Köszöntöm Önöket Magyarországon, magyaroknak kizárólag magyarul címmel. Egy felhívást adok itt most közre. Doktorandusoknak, egyetemi hallgatóknak a 2022-es évre a Vasiti TV előadás lehetőséget biztosít. Jelentkezni az info@vasitit.hu e-mail címen lehet. Angol, német és orosz nyelvből szinkrontolmácsaink magyarra fordítják a szöveget. Online bármikor tudjuk az előadást rögzíteni, és a Vasiti TV logikájának megfelelően, műsor logikájának megfelelően közre tudjuk adni. Már is 3 ifjú előadóra hívnám fel a figyelmüket. Alpár Dénesre, a Durhami Egyetem hallgatójára, Gáspár Hannára, a Corvinus Egyetem hallgatójára, és Rozmán Milánra, a Bécsi Egyetem hallgatójára. Az előadásokról és rólunk tájékozódni a www.janusmutatklinika.hu oldalon lehet. Tehát előadással jelentkezni az info@vasitit.hu e-mail címen lehet. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Láss, láss, ne csak nézz, ne csak nézz. Láss, ne csak nézz. Azt mondom, láss, mert sorsod csak így érted. Lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már élned. Gondolkozz, 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 értsd végre meg. A mai előadás a Vasiti TV első online rögzített előadása. Májár László következik, aki nem csak tanár, de több évtizedes levéltári munkásság is áll a háta mögött, a folyamatos lektori tevékenysége mellett. Legutóbbi levéltári kutatásainak eredményét adjuk most közre, Páravaj hősből országgyűlési képviselő címmel, melynek második részét november 18-án 18 órától tudják majd elérni a janusmutatklinika.hu oldalon. Az 1867, tehát a kiegyezés utáni korszak kutatásának egyik fontos forrása a korabeli sajtó áttekintése. Ha a helyi, tehát a vasvármegyei újságokat, napilapokat nem számítjuk, és a vidéki nagyvárosok vagy Pest, Buda, Óbuda egyesítésétől a főváros lapjait áttekintve azt tapasztaljuk, hogy viszonylag kevés alkalommal tudósítanak a vasvármegyei zsidóság életének eseményeiről. Érdekes talán megvizsgálni azt is, hogy a korszakban mi számított hírnek, egy újságíró számára milyen olyan eseménynek kellett lenni, amely elnyerte azt a rangot, hogy az adott folyóiratban egy tudósítás vagy rövid hír formájában megjelenjen. A vasmegyei zsidóság hétköznapjairól, ünnepi eseményeiről
a viszonylag ritka tudósítások közül egy-kettőt szeretnék kiemelni. Ilyen volt például 1880, amikor felavatták a szombathelyi neológ, vagy másképpen nevezve kongresszusi hitközség zsinagógáját, amely a bécsi Ludwig Schöner tervei alapján készült, és stílusában, persze mértékét tekintve, nagyságát tekintve nem, de mégiscsak valamilyen formában a budapesti Dohány utcai zsinagógát hasonlította, arra hajazott. Ennél szomorúbb események közé tartozott 1882, amikor az országos zsidó ellenes megmozdulások keretében Vas megye több településén és Szombathelyen is jelentős zsidó pogromokat hajtottak végre. Néha egy-egy szeméről, ismert, nevezetes Vas megyei zsidó szeméről is megjelent hír. Ezek közé tartozott például egy-egy nemesi cím elnyerése, kinthetjük 1888-ban Pik Zsigmond, aki nemesdömölki előnevet kapott nemesként. 1898-ban ez már egy picit földrajzilag messzebbre mutat Szombathelytől, mikor Rácalmási Pajzs Gyula kapott nemességet. Őről azt kell tudni, hogy a névmagyarosítás előtt neve az Pik volt, és a szombathelyi Pikek népes gyülekezetét szaporította. De talán a legismertebb ilyen személynek tekinthetjük a szombathelyi neológ hitközségnek hosszú ideig elnökeként tevékenykedő Geiszt Lajost, aki 1913-ban a szergényi előnevet kapta. Van egy olyan személy is, akiről többször megemlékeztek, illetve tevékenységéről tudósítottak, pedig nem volt más, mint Bernstein Béla, aki 1892-től látta el a neológ hitközség, szombathelyi neológ hitközség papi tisztét. A rabbi képző egyetemen végzett, és a kor hagyományának megfelelően nem csak a vallási életet irányította, hanem kutatóként, történészként a zsidó-magyar, magyar-zsidó együttélés pozitív eseményeit is igyekezett ki emelni. Ezek közé tartozott például, hogy ő volt az, aki a Vas megyei hitközségek történetét megírta, de talán ennél is ismertebb volt az a munkája, amely az 1848-49. Évi szabadságharc 50. évfordulójára jelent meg. Természetesen nem Szombathelyen, hanem Budapesten, az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadásában, és nem csak az érdekes téma, tehát a zsidók részvétele a szabadságharcban, hanem az is arra ösztönözte a kor újságíróit, hogy ennek a kötetnek a megjelenéséről hírt adjanak, hogy az előszót nem mást írta, mint akkor azt lehet mondani, hogy az író fejedelemként tisztelt Jókai Mór. Ha ezeket az eseteket megnézzük, ezekről általában viszonylag rövid hírek, tudósítások jelentek meg szórványos helyeken. Egy olyan eseményről szeretnék beszélni, amely viszont túlmutat ezeken a kereteken, tehát nem csak a helyi, a magyarországi, fővárosi, illetve vidéki, hanem a bécsi, sőt, ha ennél keletebbre megyünk, akkor egészen Tallinnig, vagy ha a kontinens határait túllépjük, akkor New Yorkig is szerepelt az újságok hasábjain. Ez pedig nem volt más, mint egy vasvármegyei származású férfiú cselekvénye, cselekvése, amely egy párbajban csúcsosodott ki. A személy nem volt más, mint Rosenberg Gyula, aki ekkor a 20-as évei végét járó
budapesti ügyvédként, jogi végzettségű személyként tevékenykedett. Azt lehet mondani, hogy társadalmi reputációját tekintve egy nem túl gazdag, de jól szituált önálló ügyvédi irodát vezető, keresettel rendelkező férfiról van szó, aki, és most itt a külsőre szeretnék utalni, a kor férfi ideáját tekintve is megállta a helyét, a korszak társadalmi életében jelentős szerepel bírt, a különböző szalonok szívesen látott vendége volt. A fiatalember egy igen ismert budapesti család lányával került kapcsolatba, ő nem volt más, mint Schlossberger Irona, aki hát 16 évesként, körülbelül abban az időszakban lehetett, amikor bevezették a társasági életbe. A fiatalok találkozása után viszonylag rövid idővel úgy érezték, hogy ezt a kapcsolatot legalizálni kell, és 1883. márciusában a fiatalok megjelentek Ilona édesapja előtt, és bejelentették azon szándékukat, hogy eljegyezzék, illetve házasságkötést terveznek. Meg kell mondani, hogy ez a váratlan bejelentés az atya Henrik terveivel nem egyezett meg, ezért a kérést határozottan elutasította. Egy pillanatra azért meg kell vizsgálni azt is, hogy mi állhatott ez az elutasítás mögött. Említettem, hogy ez egy nagyon jól szituált, nagyon gazdag családról van szó. Ilona nagyapja, Vilmos, Simon Vilmos, ahogy a nevét használta, a magyarországi kereskedelem egyik nagyon ismert alakjának tekinthető. Repcemagolaj repcetermesztéssel, illetve repceolaj előállításával foglalkozott, és a dohánytermesztés, illetve a dohánykereskedelem révén, ami ugye állami monopólium, hatalmas vagyonra tett szert, és tudomásom szerint ő volt az a személy, aki 1864-ben úgy kapott Ferenc Józseftól nemességet, hogy nem tért át a keresztény hitre, tehát megtartotta ősei vallását, az izraelita vallást. Őről még azt is tudni kell, hogy rövid ideig éppen hitközségi elnökként is tevékenykedett. A meggazdagodott férfiú utódai, és itt két fiáról kell említést tennem, Zsigmondról és Henrikről, az atyai vagyongyarapodást tovább folytatták, Budapesten a család birtokában hatalmas bérpaloták emelkedtek. Így tehát azt lehet mondani, hogy az általánosságban jól szituált férfiúnak tekintett Rosenberg Gyula a család terveinek nem felelt meg, ők már feljebb tekintettek, azt szerették volna elérni, hogy másik leányuk közben egy erdélyi mágnáshoz férjez ment. Ilonka számára viszont egy olyan szemét néztek ki, aki legalább a főnemesség, ezen belül legalább gróf, vagy, és ez lent volna a követendő példa, bárói ranggal rendelkezik. Így tehát az elutasítás az atyai részről érthető. A kínos szituációt avval próbálták oldani, hogy lányukat rövid időre Marienbadba, az ismert fürdőhelyre vitték, és természetesen a család is ott töltötte a március utáni időszakot. Meglepő módon a fiatalember is követte őket a fürdőhelyre, ahol a társasági keretek között anyai ellenőrzés mellett természetesen találkoztak, de úgy tűnt, hogy ez a leánykérési ügyfutó pontra jutott. Ezért érte teljesen meglepetésként a családot, amikor egy vasárnap délelőtt Gyula megjelent
az atyánál, illetve feleségénél, és bejelentette, hogy Ilona lányával, lányukkal egy gácsországi rabbi vezetése mellett a zsidó ritus szerint házasságot kötöttek, és ők így vallási értelemben férj és feleségnek tekintendő. Nem meglepő, hogy az anya az ájulás határán volt, csak a repülősó segített rajta, hogy lábon maradjon. Az atya, aki a gazdasági tárgyalások közben megencődött a váratlan bejelentésekkel kapcsolatban, viszont hát egyrészt kifejezte azt a fajta véleményét, hogy házasságkötés atyai beleegyezés nélkül ez nem szokás, de valamiféle olyan kiutat látott az ügyből, hogy gondolkodási idő kért, hogy a igen vagy nemleges választ erre a cselekvésre megadja. Gyula távozása után azonban a család viszonylag gyorsan hintóba pattant, és a csomagaikat, egyéb ruhájukat hátrahagyva vasútállomásra hajtottak, ott vonatra szálltak és elindultak Budapest felé. Az ifjú követte őket, és maga is felszállt a vonatra mindenféle podgyász vagy jegy nélkül, és hiába vonta kérdőre az atyát, nem sikerült állásfoglalásra kényszeríteni. A fővárosba érkezve a család azt kérte, hogy az utazás fáradtságaitól, illetve az izgalmaktól elfáradó fiatal lány most hagyják, és majd holnap folytatják ennek az eseménynek a tárgyalását. Ebbe az ifjú Rosenberg bele is nyugodott volna, de nagy meglepetésére még aznap a család összecsomagolt, és lányokkal együtt egy hosszabb útra indultak, London-Párizs érintésével, végül Wiesbadenbe egy másik ismert fürdőhelyen kötöttek ki, és az utazás közben zsidó hitükről a keresztény hitre tértek át. Ezzel is mintegy kifejezve azt, hogy ezt a ifjabb között kötött házasságot, zsidó ritus szerinti házasságot nem tekintik érvényesnek. A fürdőhelyen a fiatal lány természetesen a társasági életben aktívan részt vett, és itt ismerkedett meg a család egy fiatal emberrel, aki jónevű grófi családból, a Batthyányok családjából származott, bár hozzá kell tenni, hogy Batthyány Zsigmond fia István gróf ekkor már egyszerű hivatalnokként, fogalmazóként működött, de ez a vagyoni hátrány, a grófi címe és a családnév úgy látszik a Schlossberger család szemében kárpótolta. Hamarosan be is jelentették az ifjak eljegyzését. Hozzá kell tenni, hogy nagy valószínűséggel Batthyányit nem világosították fel arról, hogy lányuknak milyen kalandja volt az ügyvéddel. Erről az eljegyzésről természetesen az újsághírekből maga Rosenberg Gyula is értesült, aki egyből felkereste a Wiesbadenben tartózkodó István grófot, tudomására hozva azt, hogy ő Ilonkát szereti, feleségének tekinti. Ezt természetesen a gróf nem tudta elfogadni, úgyhogy a következő lépés az a kifejezése volt, hogy a vitásügyüket párbajban kell rendezni. Hozzá kell tenni, hogy István gróf a számára ismeretlen személyt elég gyors módon távolította el rakásából, és kifejezte azt is, hogy hát párbajozni csak olyan emberrel hajlandó, aki párbaj képes. A Gyula ezen a lépésen felháborodva Budapestre utazott, ahol gyorsan a bajtási
bizottságtól azt kérte, hogy igazolják párbaj képességét, amely hát természetesen nem jelentett akadályt, hiszen érettségével rendelkezett, és nagy valószínűséggel az egyéves önkéntes idejét is leszolgálta. Ezek után több alkalommal is, tehát maga az, hogy a provokáltatta István grófot, illetve amikor ő nem volt hajlandó vele párbajozni, illetve tárgyalásokkal húzta az időt, akkor a következő lépés, és azt kell mondani, hogy a korszakban ez teljesen elfogadott lépésnek tekinthető, hogy Rosenberg Gyula budapesti és bécsi lapokban is közzétett olyan nyílt levelet, amelyben gyávasággal vádolta Batthyány István grófot. A háttérben közben az ifjak, mármint Ilona és István gróf 1883. október 15-én házasságot kötöttek, de ezután már az újságokban megjelenő nyílt levelek, illetve hogy azt lehet mondani, hogy mindenki tudomására jutott az, hogy ez a párbajra hívás megtörtént, és annak nincs semmiféle formai akadálya, mármint hogy mind a két személy vagy párbaj képes, így ezt az ügyet tovább nem lehetett húzni, így István gróf elküldte képviselőit Rosenberg Gyulához, hogy a párbaj feltételeiről tárgyaljanak. A kihívó fél, és itt Rosenberg Gyuláról van szó, a párbaj egyik legsebesülésveszélyesebb változatát választotta, mégpedig a pisztollyal való párbajvívást, ami azt jelentette, hogy ebben az esetben kezdetben 25 lépésről adtak le egy-egy lövést, majd ha ebben nem volt találat, akkor 5 lépéssel közelebb léptek, és ez így ment egészen a harmadik lövés eltörüléséig, ami hát szinte azt jelentette, hogy egymáshoz nagyon közel voltak, még ha a korszak pisztolyai vagy a saját lövési tudományuk nem volt teljesen tökéletes. Itt csak ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy lehetséges lehet volna a párbajnak egy másik módját választani, amikor karddal felek, akár bandásban is, és a kor szokása az az volt, hogy az első összecsapásig, vagy az első vér megjelenéséig tartott ez a párbaj, majd mind a két fél kijelenthette azt, hogy a párbaj szabályainak eleget tettek, és továbbiakban egymással nincs problémájuk. Ennél az esetnél nem így történt. A két fél Temesvár melletti egyik erdőben hajtotta végre a párbajt. Az 25 méterről leadott első lövések nem találtak, illetve az egyik pisztoly csütörtököt mondott. A közelebb lépésnél szintén csak viszonylag közel jártak a lövedékek. A harmadiknak viszont Rosenberg Gyula oly szerencsésen vagy szerencsétlenül talált el ellenfeleit, hogy annak a fejébe, homlokába fúródott a golyó, és azt lehet mondani, hogy szinte azonnal meghalt. Ilona tehát házasságát tekintve egy héten belül özvegyé vált. A párbaj győztesére viszont a kor bármennyire is, és itt nem szabad mai szemszögből ítélve, a párbaj mint eszközt mi már teljesen elítéljük, a korszakban is a törvények megpróbálták megakadályozni a párbajt, de azt lehet mondani, hogy a
társadalmi életben tökéletesen elfogadott volt, tehát attól, hogy valakit párbaj vétségére elítéltek, ő a úri társadalom szerves részeként tevékenykedhetett tovább, viszont az a személy, akire a gyávaság bélyege rásült, az azt lehet mondani, hogy a társasági élettől a továbbiakban eltekintetett, hiszen attól abból kizárták. Maga az első tárgyalás az Temesváron történt, ekkor viszonylag meglepően súlyos büntetést lóttak ki Rosenberg Gyulára, ugyanis a két év államfogház az a korszakok hasonló párbajait tekintve is hosszúnak tekinthető. Azt lehet mondani, hogy ennek megfelelően a kúria a következő ezt a fogházbüntetést a felére csökkentette, és 1885. márciusában meg is kellett kezdenie fogházbüntetését a párbaj győztesének, jelen esetben Rosenberg Gyulának, de ezt az egyéves fogházbüntetést se kellett letöltenie, hiszen királyi kegyelem folytán 3 hónapos büntetés után szabadult. Arra egy picit még szeretnék reflektálni, hogy említettem, hogy ezt üldözendő cselekménynek, törvényi szigorral sújtandó cselekménynek számított, és mindemellett Claire Vilmosnak a 1897-ben kiadott párbaj kódexe egészen 1944-ig több mint 29 kiadásban jelent meg. Tehát azt lehet mondani, hogy a párbaj, mint konfliktus megoldó szerep nem tűnt el a korszakban, csak hogy érzékeltessem, a korszakban, hogy Szombathelyit mondjak, például Léhen Gyula, de akár Károly Mihály is bizonyos esetekben így oldották meg a konfliktus helyzetet. A társadalom is érezve ezt a fajta veszteséget, illetve az elharapódzó párbajok kapcsán 1903-ban alakult egy párbaj ellenes szövetség, vagy párbaj ellenes liga, amelynek Vas megyében is volt szervezete, amelyek megpróbálták ezeket a párbaj cselekményeket, illetve azoknak a számát rohamosan csökkentek. Mit tudunk a párbaj egyik résztvevőjéről, azt lehet mondani, hogy a fogház büntetése után a társadalmi életbe visszatérő Rosenberg Gyuláról. Akkor sikeres ügyvédnek számító fiatalember, az egy Vasvármegyei településen Kisszelben született. Édesapja Rosenberg Henrik helyi ismert kereskedő földbirtokos, aki több banki takarékpénztári alapításban részt vett, egy ideig a kisceli celdömölki hitközség elnöke volt, illetve a 8. izraelita községkerület elnöki funkcióit is betöltötte. Ennek ismeretében nem lepő az, hogy különösen odafigyeltek fiúk iskoláztatására. Az elemi képzés után a középiskoláit a jó hírű szombathelyi premontrei főgimnáziumba kezdte meg, majd az utolsó éveket Győrben a bencéseknél fejezte be, és ott is érettségizett. 1874-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a jogi karon Budapesten, és egészen, tehát a jogi doktori cím megszerzéséig Budapesten, illetve külföldön tanult. 1877 után ügyvédi gyakorlatát
Vönöckön egy helyi ügyvédmellett folytatta, közben a vármegyei tiszteletbeli aljegyzői címet és is megszerezte. A ügyvédi gyakorlat után 1880-ban szerezte meg ügyvédi ütőlevelét, és hamarosan saját ügyvédi irodát nyitott Budapesten. Azt nagyon fontos még megjegyezni, hogy az egyetemi tanulmányai alatt a külföldön is járt, ott is folytatta tanulmányait, és ezek közül egy nagyon fontos kijelölni, hogy különösen érdeklődött a tengeri közlekedésre, illetve a tengerjogra vonatkozó tanulmányokra. Így nem meglepő, hogy hamarosan az ebből az ügyjel, ilyen tanulmányai kapcsán találkozunk vele. Ez pedig egy adriai tengerparti városhoz, Fiuméhez vagy Riekához kapcsolódik. Ez a gyönyörű tengerparti település egy nagyon különleges jogállással rendelkezett. Mária Terézia 1779-ben határozta el, hogy ez a különleges jogi helyzetet teremtve a maga a városa kikötővel a Szent Korona, azaz Magyarország részének tekintendő, és ez kisebb időszaktól eltekintve, mondjuk legyen a napóleoni háborúk, vagy pedig az 1848-49-es időszak, a magyar fennhatóság jól megmutatkozik ezen a területen. Magának a kikötőnek, illetve a városnak a fejlődését azt lehet mondani, hogy az 1867 utáni osztrák-magyar monarchia létrejötte, indította el, hiszen egészen addig azt lehet mondani, hogy nem számított a jelentékeny kikötők közé, itt csak vitorlás hajók tudtak kikötni, a mélyebb merülésű és nagyobb gőzhajók nem. 1867 után azonban megváltozott a monarchián belül a hatalmi egyensúly. Bécs az inkább Triest felé összpontosított, míg a magyarok természetesen Fiumét szerették volna, ha a tengeri kereskedelmi tevékenységüknek a fő központja lesz. Ennek érdekében az 1870-es években megépült a Budapest-Fiumével összekötő vasútvonal, elindult a tengerpart, a móló korszerűsítése, és magának a városnak is egy rohamos fejlődését tapasztalhatjuk. Ehhez a fejlődéshez, és itt most a kereskedelmi célok mellett nem szabad azt is elfelejteni, hogy ez egyben a politikai és gazdasági tevékenység mellett tengeri hadi jelentőséggel is bír. Ennek a formáját az 1881-ben bankok és magán személyek által létrehozott Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság szolgáltatta, amelynek éppen az előbb említett okok miatt, hogy Rosenberg Gyula tengeri jogi ismeretekkel rendelkezett, természetes, hogy őt alkalmazták tanácsosnak. Ez a fajta tevékenysége aztán a további időszakban oda vezetett, hogy ennek az Adria részvénytársaságnak a központi, Budapest központi igazgatója lett, és ez egészen 1897-ig tartott, amikor viszont egy összeférhetetlenségi törvény miatt ez a fajta tevékenysége már kérdésessé vált. Ez csak azt kell tudni, hogy 1891-ben a magyar állam is támogatójá vált ennek a részvénytársaságnak, és ezután használták
az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaságot. Ez a nagyon fontos beosztása mellett ebben az időszakban több olyan gazdasági szervezetnél tevékenykedett a fiatalember, ilyen a Szatmár Nagybányai Vasútigazgatósága, biztosítóintézetek közül a magyar-francia biztosítót emelni kell, de akár a Német Nemzeti Bank magyarországi bányavállalatainak ügyében is képviselőként ő járt el. Ez a fajta sokoldalú tevékenység, azt lehet mondani, hogy természetesen a politikai pályafutását is elindította. Kezdeti időszakban, amit 1892-től számolhatunk, Szülővármegyében, a Németújvári kerületben indult a képviselőjelöltségért, és ezt két cikluson keresztül is szabad elvű programmal sikerült abszolválnia. Érdekes módon, hogy 1901-ben az a Simonyi Semadam Sándor néppárti képviselő győzedelmeskedett, akit 1896-ban ő győzött le. Úgy tűnt, hogy ezzel a Simonyi Semadam győzelemmel a országgyűlési képviselői pályafutása csorbát szenved, de egy váratlan és tragikus esemény, Tisza Kálmán halála, és így a megüresedett apróbányai kerület megválasztotta képviselőjének, és ezt több alkalommal is sikeresen abszolválta. Ez a település város a mai Románia területén található, és hogy a korszak egyik jeles eseményét láthatják, vagy tudnám önöknek bemutatni, hogy képviselőségéről több olyan felvétel is készült, ami a képviselőházból távozás után vették fel. A képen ő látható Petzel Dezső társaságában, amikor 1910. novemberében a jövő évi, tehát a 1911 évi költségvetési tárgyalásról távoznak, a nem éppen mosolygó arcok, vagy éppen a fejéhez nyúló Rosenberg Gyula jól szemlélteti, hogy milyen hosszú és nehéz tárgyalások voltak túl. Maga Rosenberg képviselősége idején nagyon sokszor tett, azt lehet mondani, a saját kerületében is politikushoz méltó tevékenységet, cselekedetet. Ezek közé tartozott a vasútvonalak, a vasútépítés támogatása a Szombathely és Rung közötti, illetve a Németújvár körmendi vasút is ide tartozott, de szülőhelyén az adóhivatal felállítását, vagy pedig nagyon fontos támogatója volt a Vasmegyei Cukorgyár részvénytársaság létrejöttének. Választó kerületének központja, azt lehet mondani, hogy nekik köszönheti azt, hogy Németújvár a nagyközségre rangra való emelést elérte. Mellette természetesen több gazdasági társaság, bank is, hitelszervezet is elnökének, igazgató tanácsi tagjának választotta, de nem maradt hűtlen vallásához, az izraelita vallásához sem, majd ennek egyes eseményeit a későbbiekben szeretném felvázolni. Mégpedig ez a községkerületi, 8. községkerületi elnökké való megválasztásában mutatkozott meg. Erről a szervezetről annyit kell tudni, hogy létrejöttét Isten igazából az 1868-69. Évi egyetemes gyűlésnek köszönheti, amikor az 1867 utáni kiegyezés kapcsán a létrejövő új liberális állami keretek közé próbálták beilleszteni a zsidó közösségeket,
és erre hozták létre ezt az egyetemes gyűlést. A sok vitával, harccal dúsított két esztendő eseményeit nem részletezve, csupán az eredményt összefoglalva azt kell mondanom, hogy ez a gyűlés pont az ellenkező eredményét ért el, mint amit szerették volna, tehát az egységes közös fellépés helyett azt lehet mondani, hogy a hitközségek három részre szakadtak, ezek közül, aki az országos gyűlésnek eredményeit elfogadták, azok lettek a kongresszusi vagy neológ zsidók, akik ezt nem voltak hajlandók magukének tekinteni, ők maradtak az ortodoxok, és volt egy harmadik változat is, akik pedig a gyűlés előtti állapotot tekintették követendő példának, és ezért őket a status quo-nak hívták. Ennek a közgyűlésnek lett volna az egyik feladata az, vagy azt lehet mondani, hogy ez is eredményének tekinthető, hogy az elszigetelt és önállóan tevékenykedő hitközségek közé, illetve fölé egy új szervezetet rendelt. Ezek lettek volna és lettek a községkerületek, amelyek a Nagy-Magyarország területén 106 községkerületet hoztak létre. Ezek közül a 8. volt a Vas vármegyére, illetve Sopron vármegyére kiterjedő rész, amelynek feladata a vitásügyek rendezése, a különböző egyházi, illetve iskolai ügyeknek az irányítása. Ennek a szervezetnek az elnökei közül pontosan Rosenberg Gyula édesapja is tevékenykedett, ő pedig 1904-ben, amikor Dajcs Izsák Mózes, aki 1895-től látta el ezt a feladatot halála után, teljesen egyöntetően Rosenberg Gyulát, ugye az ismert országgyűlési képviselőt kérték fel ennek a nagyon fontos szervezet elnöki tisztségének a betöltésére, azonban talán jól érzékelteti azt, hogy az ideje nagy részét Budapesten vagy külföldön töltő elnök feladatait az ügyvívő elnök vette át, aki ekkor Feldman Boldog doktor szombathelyi ügyvéd személyében talált meg. A hitközségi és gazdasági, politikai és jogi tevékenysége mellett beszélnünk kell még egy olyan, hát ha azt lehet mondanom, sport vagy szabadidős tevékenységről, amely Széchenyi István óta a lovak megjelentetett könyve, vagy az angol derbik követésére való inspirációja után azt lehet mondani, hogy a magyarországi nemes, illetve polgári társadalomnak egy teljesen elfogadott szórakozási formája volt, amely egyben a társadalmi kapcsolatok ápolására is kitűnő alkalmat biztosított. Maga Rosenberg Gyula azt lehet mondani, hogy megszállottja volt ennek a sporttevékenységének, saját istállóval is rendelkezett, illetve olyan tenyész lovakat tartott és edzett angol trénerekkel, amelyek az évek során több magyarországi, illetve bécsi versenyt is megnyertek. A különböző szereplésekről, lovairól, trénereiről, a korabeli lapok természetesen vagy a társasági életrovatban, vagy pedig mind a vadász és versenylap, az szinte kötelezettségből tudósított. Ezek közül a versenyek közül több is kiemelhető, de talán jól jellemzi ezt a fajta, hát azért az átlagos sportnál felülemelkedő tevékenységét, hogy egy-egy lovat akár 10 000 koronáért is volt hajlandó megvenni, és jól ellensúlyozza azt, hogy viszont volt olyan lova, amely egy-egy versenyen
akár 20 ezer koronát is nyert, és már nem tudjuk, hogy a vesztesége az mekkora volt, de érdekes az, hogy az említett vadász és versenylap összesítette közel 20 év nyereményeit, és ez több mint 700 ezer koronát meghaladta. A lóverseny, mint említettem, nem csak sport, hanem társadalmi találkozási színhely is volt, de azt lehet mondani, hogy a társadalmi kapcsolatai nem csak ezen a szintéren merültek ki. Ezt jól bizonyítja az is, hogy nem csak a korabeli politikai-gazdasági tudósítások, hanem a szépirodalom terén is megjelent. Ezek közül a tudósítások, cikkek közül talán a legismertebb az maga Mikszáth Kálmán, akit ugye mi általában csak írófejedelemként ismerünk, és viszonylag hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy az 1880-as évek végétől egészen haláláig maga is képviselő volt, úgyhogy a magyar parlamenti képviselői rendszert belülről látta, és a cikkeiben, karcolataiban ezeket az összeütközéseket, jelentősebb alkalmakat természetes, hogy lejegyezte. A két személy, tehát Mikszáth és Rosenberg Gyula kapcsolata azt hiszem túlmutat a szimple képviselőtársi együttműködésen, hiszen maga Mikszáth Kálmán 1894-ben Rosenberg Gyula budapesti estéjén is megjelent, illetve vidéken több alkalommal tartózkodott Rosenberg Gyula vidéki táplánfai kastélyában is. A cikkek és karcolatok mellett feltételezhető az is, hogy jelentős regényében, az Új Zrínyiászban is megjelenik Rosenberg Gyula alakja. A másik, aki például a képen látható humoros és viszonylag korfestő jelenetet megírta, az a Szírion álnéven publikáló Lovik Károly, a korszak jelentős és ismert újságírója, aki ez a nagyon rövid kis sketchben is érezteti ezt a fajta rosenbergi attitűdöt. Itt csak egyetlen egy megjegyzéssel kívánnám segíteni az olvasót, hogy a szövegben szereplő buttonos kifejezés az a korszakban egy nagyobb drágakővel díszített fülbevalót jelent, tehát az egyik beszélgető partner az nagy valószínűséggel hölgy lehetett, de Rosenberg alakja feltűnik egy másik ismert író, újságíró, Kelly Randornak a Zöld asztal, Zöld gyep című regényében is, ahol a Gebe című részben találkozhatunk hősünk nevével. Talán azt lehet mondani, hogyha most a párbajtól eltekintünk, és átlapozzuk azt a tevékenységet, amit Rosenberg Gyula országgyűlési képviselőként több cikluson keresztül. A Adria részvénytársaság tengerhajózási meghatározó alakjaként, a magyarországi helyi érdekű és egyéb vasúti közlekedés terén tett, és itt a vasmegyei területeken végzett munkájáról, vagy a vallási közösségben végzett tevékenységről nem is beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy nem meglepő, hogy 1810-ben már előterjesztés született arról, méghozzá a kereskedelemügyi miniszter
tollából előterjesztéséből, hogy ezt a közgazdaság terén jelentős munkát végző személy a Szent István rend kiskeresztjével tüntessék ki, amely előterjesztés nyomán 1911-ben ez az adományozás meg is történt. A képen látható előterjesztés mellett ennek a rendnek a kiskeresztje látható, de a tényszerűség kedvére el kell mondanom, hogy maga a kitüntetés az nem Rosenberg Gyuláé, hanem a kor ismert festőjének, Munkácsi Mihálynak a kitüntetése. Rosenberg Gyula pályafutásának megkoronázása talán ez a fajta kitüntetés volt. Hozzá kell tenni, hogy a továbbiakban is aktív szerepet játszott a kor politikai életében. Ennek jellemzésére talán azt tudtam elmondani, hogy 1919-ben is a Mitchell folytatott további gazdasági és politikai együttműködés kidolgozása érdekében a delegáció tagjaként a Monarchia fővárosában járt, és talán ettől az időszaktól lehet nyomon követni azt, hogy a érelmeszesedése kapcsán egyre többet van távol a képviselőháztól, különböző szanatóriumokban, gyógyhelyeken kezelteti magát, de ez a fajta gyógymódok nem használnak. Felesége gondos ápolása mellett is azt lehet mondani, hogy viszonylag rövid idő alatt elhunyt, és 1914. február 12-én elveszítenek a család és a különböző szervezetek, ezt gyászjelentésben tudósítják, akinek pályafutását jelen esetben végigkövethettük, és egy nagyon érdekes és tragikus tevékenység, mégpedig a párbaj. Azt lehet mondani, hogy épp olyan a saját, illetve a köz érdekében végzett tevékenységét felülmúlva az utókornak hagyta örökül. Ez pedig nem volt más, hiszen ezek a cselekményei, cselekedetei nagyon gyorsan elfelejtődnek, viszont azt kell mondani, hogy az 1883-as párbaja után nem jelent meg olyan párbaj történettel foglalkozó mű, amely az ő és Batthyány gróf között vívott párbajról ne emlékezzenek meg, és így furcsa módon Ércnél maradandó műve egy párbajhoz kapcsolódik. Sose feledd, sose feledd, sose feledd, sose feledd.
meg kell látnod, másképp kell már élned most. Soha el ne feledd, ne csak nézd.